minden olyan meghallgatás megtörtént, aminek meg kellett történnie. Székesfehérvár polgármestere a szerdai közgyűlés legfontosabb napirendjének tartotta a Vörösmarty Színházzal kapcsolatos határozatot. Cserpalkovics András úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben ez volt a legbölcsebb döntés, hiszen, mint mondja, olyan fokú most a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban, hogy ebben a helyzetben nem lett volna jó döntés egy 5 éves igazgatói kinevezésről határozni. A polgármester ettől függetlenül úgy véli, a színháznak városi fenntartásban kell maradnia. Azt gondolom, hogy ez egy városi intézmény, a város kultúrájának központja, arról nem is beszélve, hogy sokkal nagyobb arányban és mértékben járul hozzá a városi önkormányzat a színház működéséhez, mint adott esetben teszi ezt ebben a pillanatban az állam. Tehát én azt gondolom, hogy a város színháza a városnál van jó kezekbe. De emellett természetesen a következő hetekben dől el az, hogy ez így is marad, vagy változik. Ezért azt gondolom még egyszer, hogy bár magam nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk ma igazgatót választani 5 évre, de azt gondolom, hogy ez volt minden ezen döntéshez kapcsolódó nehézség ellenére is az egyetlen bölcs lehetőség. A színházat egyébként továbbra is Quintus Konrád vezeti a következő pályázatig. A város intézményei tekintetében is fontos döntések születtek. A július 1-én hatályba lépett sporttörvényhez kapcsolódik például az a döntése is a város közgyűlésének, melynek értelmében a sportklubok kezelésébe ad 3 sportlétesítményt, a Vodafone sportcentrumot, a Köfémcsarnokot és a Jégcsarnokot. Ezen kívül az intézmény felújítások is folytatódnak a városban. Az a 13 intézmény, amelyik fejlesztéséről az elmúlt napokban beszámolhattunk, azoknak a sorát folytatjuk. A mai közgyűlés is több intézmény felújításról döntött, például a Felsővárosi Általános Iskoláról, de beszéltünk óvodáról és bölcsödéről is, pont annak érdekében, hogy folyamatosan tudjuk ezeket a felújítási munkákat folytatni, végezni a városban. A közgyűlés arról is döntött, hogy támogatja a 2012-es londoni olimpián résztvevő fehérvári sportolókat. Ennek értelmében a város a sportszervezeteknek adandó támogatás formájában sportolónként 750 000 forintot biztosít a felkészüléshez.